itt állunk kint a kertben, éppen egy öntözőrendszert szerelünk össze, és mivel mi ezt már igen sokszor csináltuk, szeretnénk néhány praktikát elmondani önöknek az összeszerelésről. Az első és legfontosabb talán a cső meneteknek a tömítése. Erre kétféle anyagot tudunk használni. Az első a teflonszalag, a második pedig a loctite csőmenet tömítő zsinór. Ez utóbbit akkor szoktuk használni, hogyha nagyobb nyomásnak kitett részek vannak a rendszerben. Ez jellemzően a gerinc szakaszra vonatkozik. Ennek a dobozán általában minden menetre megvan adva, hogy hány tekerés szükséges az adott menetre. Szolosnál 8-12 tekerést ír a gyártó. Nekünk általában a 12 szokott megfelelni, tehát 1, 2. És utána ezen szerencsére van egy ilyen kis vágóél, amivel le is tudjuk vágni a zsinort. Majd ezután a megfelelő helyre illesztjük az alkatrészt, és csak összetekerjük a két menetet. Kisebb meneteknél, meg olyan részeken, amik nincsenek állandó nyomás alatt, például tipikusan a szórófejek bekötésénél, általában teflonszalagot használunk tömítésre. Az egyik leggyakrabban feltett kérdés az öntözőrendszer szerelésekor a megfúrós idomok szerelésével kapcsolatos. Arra szolgál, hogy vizet tudjunk nyerni a csőből, ez egy nagyon olcsó megoldás is, például egy T-idom olyan 1000 forintos költség, ez a megfúrós idom csupán egy 200 forintos nagyságrend, tehát egyötöde az ára, ráadásul sokkal kisebb helyen is elfér. Úgy kell feltenni, hogy fogjuk a gumigyűrűt, amit találunk az acskójában, azt a felső részébe kialakított profilba beillesztjük, és ezzel a gumigyűrűvel lefelé ráhelyezzük a csőre. Majd az alját azonos irányban alulról hozzáillesztjük, behelyezzük a két csavart, illetve a két anyát alulra, és a megfelelő szerszámmal, jelen esetben egy akusfúró csavarozóval összefogatjuk a két részt. A legfontosabb lépés most következik, egy fúrószárral, ami legyen 8-as vagy 10-es átmérőjű és mindenképpen fafúró, középre helyezzük, kicsit belenyomjuk a csőbe a hegyét. Amennyiben minden rendben van, akkor csak csatlakoztatjuk a megfelelő alkatrészt, amihez készítettük az idomunkat, és ennyi az egész. A kemény polietilén csövek toldásához, illetve összeszereléséhez KPL-t okos idomokat használunk. Általánosan jellemző rájuk, hogy a keményebb falú csöveknél a cső szélét le kell sorjázni ahhoz, hogy könnyedén összetudjuk őket szerelni a csővel. Erre egy egyszerű csősorjázó szerszám alkalmas, amivel ilyen gyönyörű meclapot tudunk készíteni. Szorítógyűrűk felrakása után áttoljuk a csövet a gumigyűrűn, majd pedig visszafelé a menetre feltekerjük, és szépen a két részt összecsavarjuk. A kezemben lévő Hunter Pro Spray szórófejház, illetve a hozzávaló MP-rotátor fúvóka fog működni az öntöző rendszerünkben. Gyakorlatilag a szórófejház idáig teljesen talajszintbe kerül, és csak ez a fúvókacső emelkedik ki belőle. A fúvókacső tetején egy öblítődugó található alapesetben, ez nagyon hasznos, amikor megépítjük az adott zónát, utána rögtön ki is tudjuk öblíteni a fejeket, hogy esetleg a cső fektetésekor csőbe kerülő homok távozhat így az öblítődugón keresztül. A fúvókát, miközben én fogom ezzel a kezemmel a fúvókacsövet, szépen becsavarom. Egy kis vonal jelöli a fix oldalát. Ugye, hogyha mögötte állok, akkor ezeknek a típusú szórófejeknek a bal oldaluk a fix oldal, és az a célom, hogy ez a kis fehér vonal a bal oldalon álljon, amit úgy tudok elérni, hogyha az egész fúvókacsövet elfordítom. Az automata öntözőrendszerek nagyon fontos alkatrésze a szűrő. A legtöbb vízforrás, legyen ez akár fúrt kút, egy ásott kút, sőt még a vezetékes víz is tartalmaz olyan szennyeződéseket, ami az egyes rendszerelemek működését befolyásolja.
Egy szűrőben általában van valamiféle szűrőbetét, jelen esetben ez egy lamellás szűrőbetét, de lehet ez egy hálós szűrőbetét is akár. Csőfektetésénél nagyon fontos, hogy az adott zóna hosszát, amekkora csövet szeretnénk lefektetni, azt egy mérőszalaggal lehetőleg mérjük le, és csak azt a méretű csövet vágjuk le a tekercsből, amit ki szeretnénk fektetni. Miután levágtuk az adott csőszakaszt, az egyik végét vagy csatlakoztatjuk egy már meglévő idomunkhoz, és úgy tekerjük ki, vagy pedig csak ráállunk, és szépen magunk előtt az egész tekercset ki tudjuk görgetni, így szépen belesimul az árokba, és nem fogunk egy laokon csoportot alkotni a csővel, ami egyébként gyakran előfordulnak.